tegeződjük. Olyan bonyolult lett az a magánban. Köszönöm. Akkor 9 évig tűnjük az őző a végén, nem tenni a létig, amit megkérdezik, hogy megkívül a lehetőség, és a projektet is kapcsolódott a program, és ugye az őfokon visszaadjuk ennek a számolására, a projektnek neveket a Marcellusban, ahhoz, hogy egy kultúrből az egész beszélgetés felvesző projektort, azt kicsit mellőzöm, tehát a Bibliából, amit esetleg kivetítenénk, azt elég késő, ugye? Köszönöm szépen! Aki még kér, tehát Ottinál jelezheti közben, és akkor Otti tud neki tölteni. Illetve van pogácsa, tehát akinek van kedve, kedvül egyet. Mielőtt belemegyünk a beszélgetésnek a többi részébe, annak... És akkor amikor érzed, akkor... Akkor egy olyan dallal kezdenék, ami a régi idők emberének természethez való viszonyáról pár elénk egy képet, mely Nyersenyi Tibor költőbarátom élménye alapján keletkezett költeni. Thank you.
mondjuk ilyen minőségi és lelkileg is mély élet után, azt hiszem, akkor itt az ideje, hogy tényleg belevágjunk a téma folytatásába, ahol most Gergővé lenne a szó, Cső László, Presbiter úr már felvezette a keresztény szemszöget Pál apostollal, illetve a zöld szemszöget is felvezettük most Gergő tolmácsolásában. 8-ig mindenképpen úgy terveznénk az időt, hogy Gergő, illetve László beszélgetnének, és 8-kor kinyitjuk a további időt úgy, hogy egyfajta ilyen vegyesebb, szabadabb beszélgetést folytathassunk közösségileg, és addig, akinek van bármi hozzászólása, azt kérem, hogy írja fel magának, vagy jegyezze meg, és hogyha szükség esetleg toll, vagy fejben megvan, jó, köszönöm szépen. Szerintem pontosítanom kéne, mert azt, hogy vezessen fel a zöld szempontot, tehát a zöld szempontról, meg az ökológiai válságról, meg környezetvédelemről, vagy ahogy mondjuk vallásos körökben szokták mondani teremtésvédelemről, nagyon-nagyon sokat lehet beszélni, tehát az órát itt tartanám. Én nem hiszem, hogy itt most az egészet be kéne vezetnem. Meg kéne beszélni, hogy mi a fókusz ennek most is. Akkor mondok el. Oké. Okay. Tehát a cím ugye az, hogy Pál apostol, ősközösségek és ökodemokrácia kérdőjellel. Tehát egyrészt ugye onnan közelítettük meg az összefüggéseket, hogy Pál apostolnak az a tevékenysége, hogy ő közösségeket szervezett, az egyrészt ugye Jézus központú természetes következmény volt, másrészt pedig mégis egyfajta önmagában is értékes közösségépítő lépések sorozata. És a mostani mai ökológiai válságban is ugye az egyik fókuszpont, hogy közösségekre van szükség, amiknek van valami összetartó ereje, és lehet ez a hit is, de lehet akár egyfajta olyan érzés, vagy egy olyan közös felelősségvállalás, ami a Földért történik, mert rájövünk arra, hogy a Földet, vagy egyáltalán az emberiséget úgy tudjuk tovább fenntartani, hogyha közösségeket hozunk létre, és közösségekben kapcsolódunk. Akkor tudnék kapcsolódni ezzel, mondtál, hogy akkor, hogyha már tényleg ez a szűkebb témák, akkor érdemes a fogalmakat kicsit tisztázni, mit is jelentenek. Ugye, és ti beszéltél arra, hogy közösségben lehet fenntartani a bolygó ökoszisztémáját például, hogy így lehet csak tovább boldogulni. Ez talán nem, ez egyáltalán nem egyértelmű dolog egyébként így első hallásra. És mit jelent az, hogy közösség? Ugye beszéltünk itt egy, azért nagyon-nagyon az a közösség, amikor globális közösségről beszélünk, és az összes embert egy közösségbe csak. Ez nem igazán közösség, ez egy gyűjtő fogalom, de igazából közösségnek jellemzői nincsenek meg ilyen méretekben. A közösségnek vannak különböző definíciói, de azért az általában benne van ebben a definícióban. A közösség tagjai azok ismerik egymást személyesen, találkoznak, beszélgetnek, tudjuk egymásról, hogy ki kicsoda. Ugye ez már erősen redukálja azt, hogy hány fős lehet egy ilyen közösség. De ezen kívül is vannak még, főleg, hogyha arról beszélünk, hogy környezetvédelem, és ebben a közösségeknek milyen szerepe lehet. Mert ugye elméletileg a közösség, mint olyan, az nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy fenntarthatóan éljünk. Ez ugye elsőre nem egyértelmű. Számomra azért tűnik ez szükséges meg, mert látom azt, hogy az egyéni megoldások, amiket általában szoktak hangsúlyozni, tehát a politikai megoldások, amik a másik oldalról szoktak hangsúlyozni, ezek általában nem elegendőek arra, hogy ezt a komplex és szertágazó problémákat megoldjuk, hogy kezeljük. Ez az egyik oldala, hogy közösségben sokkal többet és jobban hatékonyabban lehet együttműködve tenni ez ügyben. A másik az, és itt jönnek talán kicsit képbe az én részemről az ős közösségek, úgymondod, amiatt azt értjük, hogy ugye az emberiség története legnagyobb időszakában vadászó gyűjtögető közösségekben élt. Ezek az ős közösségek tulajdonképpen. Ami azt jelenti számomra, és mondjuk tudomány oldalára közelítve, hogy ehhez vagyunk úgymond hajlamosítva, vagy ehhez vagyunk így érzelmileg berendezkedve egy közösségben, hogy közösségben érezzük jól magunkat, közösségben tudjunk boldogulni. Ezért aztán a mai atomizált társadalomban, ahol ezek a közösségek már nincsenek meg, ennek rengeteg oka van, majd erről is mondom lesz szó, érdemesnek látjuk ezeket a közösségeket újraépíteni, vagy újra felfedezni úgymond, mert ez nem csak az ökológiai válság szempontjából fontos, hanem az egyéni boldogság szempontjából is nagyon fontos.
hogy az ember közösségben tudjon létezni, és közösségben tudjon boldogulni a világban. Így kapcsolódik össze a teremtésvédelem, hogy tetszik, illetve az emberi boldogság és a közösségek. Ez a három így. Köszönöm szépen. Mielőtt én is reagálnék mindkét felvezetésre, előtte megkérdezem Lászlót, hogy reagál-e Gergőre. Két oldalról tudom kiegészíteni a gondolatait. Az egyik biológus vagyok, és arról a biológiai megközelítéstől, hogy az ember egy olyan furcsa állatfaj, amely csak szociálisan képes élni. Tehát csak közösségben képes élni. Bármely példa, amikor megpróbáltak egy embert elszigetelni, vagy pedig olyan lelki elváltozása lett az illetőnek, hogy elveszítette a kapcsolatteremtő képességét a környezetével, az gyakorlatilag az emberi mi voltának az elvesztését is jelentette. Tehát a közösség az ember számára egy filozófiailag fogalmazok, megemelem egy kicsit a szintet, bocsássatok meg, inherens attribútum. Tehát egy embertől el nem választható tulajdonság. Genetikailag rögzített, szociálisan, kulturálisan is rögzített dolog. Most, hogy térünk ebből át a hitre? Rendkívül érdekes. Olyan archeológiai leletet nem találtak, ahol az emberi lét, tehát a homo sapiens lét ne kapcsolódott volna össze a hittel. A legelső ember is már temetkezett, művészetet alkotott, tehát már rendelkezett olyan képességekkel, ami elemelte őt a mindennapi, mint ahogy nem emeledik el a macska-egér játék. Az egy macska-egér játék. És a végén ugye megeszi az egeret a macska. De a legelső barlangrajzokon már vadászat jelenete van, ahol meg van fogalmazva egy célképzet. Egy olyan célképzet, ami nem azonos a macska-egér harccal, mert az csak akkor zajlik és ott zajlik, amikor a macska meg az egér találkozik. A tudatába képeződik le, ami genetikailag is meghatározott, és egy másik szinten a szociális tudatá szintjén is meg van határozva. És még egy harmadik szintjén, a művészeti szintjén is meg van határozva. És még egy szintet mondhatok ehhez, a hit szintjén is meg van határozva, mert ez a bizonyos közösségi képesség minden egyes temetkezési szertartásban jelen van, hogy nem hisszük el, hogy a halott meghalt. Abba hiszünk, hogy a földi léte megszűnt. De bennünk, a mi hitünkben, mert hitünk van a világról, tovább él. Ebben a furcsa rendszerben jön be, hogy nem tudjuk ezt az egészet úgy gyakorolni, hogyha nincsen az a közösség, amiről beszéltél, hogy találkozunk, együtt énekelünk, együtt beszélgetünk. Azt a rajzot nem egyedül csinálom, hanem tanulom és továbbadom. Azt a mesét nem egyedül alkotom meg, hanem tanulom és továbbadom. Ez a bizonyos közösség. És ez a bizonyos közösség vész el olyankor, amikor a közösség érdekével szemben abszolút irracionális, kegyetlen macska-egér harcmódra döntünk az életünk minden napjai. Tehát amikor megszabadulunk attól a hittől, attól a szociális képességtől, attól a racionalitástól, ami megemel minket, ami emberré tesz, furcsa, hogy ezt racionalitásnak nevezem, de ettől vagyunk emberek, mint ahogy elindítottam a beszélgetés elején, hogy ez a lényegi tulajdonságunk, hogy egy kicsit megemeljük magunkat a világtól.
erre vagyunk képesek. De hogyha kilépünk és egy ipari döntést ezek nélkül hozunk meg, akkor összeomlik az egész rendszer. Köszönöm szépen a reakcióra, tud mire fókuszálni. Hogy ha már pálapostollal kapcsolatos közösségekre nem is reagálnál úgy közvetlenül, de mondjuk közvetetten a hitnek a kérdésére, mégis mit mondanál arról, hogy a természeti népeknek az életét jobban megismerve, illetve a földhöz való viszonyulásnak egy morális értékét megérezve és gyakorolva, hogy vagy te a hittel? Nem tudom, hogy érdemes-e rólam beszélgetni és hozni egy hittel a kapcsolatomról, nem benne biztos. Amit érdemesnek tartani. Köszönöm, reagálva is Lászlóra, hogy az ősközösségekről mit tudunk, és alig, hanem László az én olvasatomban a kognitív, úgynevezett kognitív forradalomról beszélt az emberiség történetében. Amikor elkezdtünk, ami hasonlóról lehet, hogy ezt nem így fogalmaztad meg, és nem ilyen definíciót használnál rá. De amikor megtörtént az, hogy az ember elkezdett olyasmikről gondolkozni, képessé vált biológiailag is, és megtörtént az, hogy olyasmikről kezdtünk gondolkozni, ami tulajdonképpen abban a pillanatban ott is akkor nem fizikai létezők, hanem valami absztraktabb dolog. Mondjuk azt, hogy a jövőről elkezdtük az emberek gondolkozni. Az, hogy elképzelt szituációkról kezdtük el gondolkozni. Az olyasmikről, amik esetleg nem is sosem láthatóak szemünkkel, vagy nem érzékeltük az érzékszerveinkkel. Elkezdtek ilyenekre gondolni, ilyenekről mítoszokat, történeteket, hirdelmeket alkotni. Ez egy olyan tulajdonság az embernek, ami most ezt tartják annak a tulajdonságnak, ami elválasztja kvázi az élet többi részétől. Ugye ez korábban volt az eszköz használat is, meg ilyesmi, az kiderült, hogy azért nem teljesen úgy van. Ez egy elég is egyedi tulajdonság az embernek. A lényeg az, hogy ez igen, megtörtént nagyon, nagyon korán. Most a természeti népekről, hogyha beszélünk, vagy a vadászvegyítőketű közösségekről, ezekről a népekről nagyon keveset tudunk. Tehát én nem mernék se általánosítani a kapcsolatban, se azt mondani, hogy ilyenek meg olyanok meg amilyenok voltak tipikusan, mert nagyon keveset ismertünk meg annál fogva, hogy amikor elkezdtük ezeket megismerni, akkor már a nagy részük eltűnt. Ugye nem véletlenül, nem magától tűnt el, hanem ugye már más népek kiszorították őket. Tehát nagyon keveset tudunk, azt tudjuk, nagyon sokfélék voltak ők területekből, nagyon sokféle hiedelemrendszerrel rendelkeztek. Nem tudjuk pontosan, milyenek voltak, azt tudjuk, hogy sokfélék voltak, sokféle hiedelemben rendelkeztek, sokféle szertartásuk és valószínűleg sokféle rítusuk volt, amit már nem fogunk sosem megismerni. Viszont tudjuk azt is egyébként, ha már így a földhöz való viszonyulásokat kérdezted Isti, hogy az a régebbi elképzelés, hogy ők mennyire összhangban és harmóniában éltek a természettel, az általánosságban egyetlen nem igaz. A technológiájuk az jóval egyszerűbb és terjedtenebb volt tűzőjelben, mint a miénk ma. Ellenére ez egyértelmű már a antropológiai kutatásokból is, régészetből mindenféle leletek alapján, hogy már a vadászvegyítőketű népek, amit eltérettük a Földbolygón, elég sok állat és növényfajnak a pusztulását okozták. Egyikus példák erre az ausztrál meg a fauna, például ahol elképesztően érdekes és gyönyörű, hatalmas élőlények éltek, amit azok a betelepülő emberek mégis vadásztatra is írtottak ki. Akkor ez még jóval lassabban történt, mint manapság, tehát nem voltak ilyen eszközeik, nem volt ilyen technológiájuk. Ez 100-1000 években mérhető sebességgel történt, de ezek megtörténtek, ezeket tudjuk. Ugyanez lejátszódott Európában is, az amerikai kontinensen is, ez végig az egész bolygón. Nagyon sok élőlénynek a pusztulását, fajnak a pusztulását okozták. Tehát nem értek olyan szinten harmóniával a természettel, mint ahogy korábban a nemes vadember elképzelés ezt mondta. Ez innen igaz. Ennek ellenére, mivel sokfélék voltak és sokféle hiedelemrendszerrel rendelkeztek, meg talán jobban függtek, ma is nagyon függünk, csak nem annyira tudatában az ökológiai rendszertől, de ők ennek a tudatában voltak sok nép, hogy mennyire függ tőle, és kialakultak olyan hiedelemrendszerek, amik emiatt tisztelték a természet értékeit, és próbáltak valamiféle harmóniát teremteni ezekkel a szabályokra a hiedelemrendszerekkel. Voltak ilyen csoportok, ahol viszonylag ökológikus szabályrendszerek alakultak ki. Ilyenről tudunk. De ez közel sem mondható általánosnak, és azért hosszú távon azért is az ilyen népcsoportoknál is több ezer év alatt azért
ott is okoztak hatalmas átalakulásokat az ökológiai rendszerben, ahol éppen éltek abban a közegben. Nem is tudom, mit akartam, hiszem átadom a szót, nem akarok csak én beszélni. Köszönöm a válaszodat, nagyon értékesnek tartottam ezt a kiegészítést. Talán magam is hozzátenném, hogy az élethez való viszonyulás, azért az ősember korábban kicsit más volt, ugye, mint manapság, amikor nagyobb volt a versengés, lehet, hogy kevésbé becsülték meg egymásnak az életét, és ezzel egyet tudtok érteni? Mint szemszög azért. Ezért benne lesz a hűsember korában? Most akkor a vadászügyítőjét a népekről beszél, ezt gondolom. Az ős közösségekről is általában tágabban, tehát ja, amíg még nem fejlődött addig a, hogy is mondjam, emberi etikának az a közösségi oldala, hogy jobban megbecsüljük egymásnak az alapvető jogait, és nem okozunk annyira kárt egymásnak jó esetben közvetlenül. Arról most nem beszélek, hogy közvetettem, meg mennyit elfekezünk mégis, mert a következő kérdésem az igazából az lenne egy pozitívabb megközelítésben, mégis mit tanulhatunk az ős közösségektől egyrészt, illetve majd utána azt is megkérdezném, hogy a mai olyan közösségek, akik egyrészt akár Jézushoz szeretnének kapcsolódni, akár egyfajta zöld, természetközeli életformát szeretnének folytatni, mit tanulhatnak Pál apostolnak a közösségi elveiből, illetve az akkori közösségekből. Először Gergőtől kérdezném a ő részét. Mondtad az ős közösségeket, igazából teljesen más viszonyok között éltek ők is, születtek bele teljesen más viszonyokban, mint a mai ember, mondjuk akár Magyarországon, akár szinte bárhol a Földön most már, mert egy annyira összekapcsolódó világban élünk, ahol igazából a Föld távoli pontján lévő emberekkel kommunikálunk nap mint nap, és a világ annyira globálissá vált, hogy ezt nagyon nehéz összehasonlítani egy ős közösséggel. Oda ugye az ember beleszületett, annak a közösségnek vélhetőleg volt egy elég erős és stabil hiedelemrendszere, bármilyen is volt az, de egy teljesen különböző hiedelemrendszerek, de most csak ellentmondó dolog. De a lényeg az, hogy belül ez egy konzisztens rendszer volt, és elég volt a tagjainak ehhez ezt elvűn szocializálódni, ezt elfogadni és megérteni, és igazából nem volt lehetőség se, arra, hogy mást válasszanak. Nem volt előttük egy csomó információ mindenféle más hiedelemrendszerekről, mint hogy ma az ember az interneten rengetegféle különböző hiedelemrendszerről tud információkat kapni. Tök egy formá. Nem gondolom azért, igen. Tehát, hogy most sokan ezek között vagyunk ilyen szempontból, mert nincs az a stabil, egységes, konzisztens adott hiedelemrendszer, amihez nekünk csak alkalmazkodni kell, tovább kell vinnünk is. És erről szól az életünk. Ez ma már nincsen, ez emiatt sokan ezzel helyzetben vagyunk. A másik az, hogy atomizált társadalom, sok esetben legtöbb embernél a közösség az hiányzik már az életéből, és ilyen döntéseink is teljesen más alapokra helyeződnek. A globalizáció által a döntéseink következményeitől messze kerülünk, ez is egy hatalmas különbség. Hogy elképzelünk egy ős közösséget, ott az emberek, amit csináltak, amit napi tevékenységük, annak az eredményét, következményét azt látták, a saját szemükkel érzékelték, tapasztalták. Nem okoztak bármit, nem okoztak semmit a világ másik pontján, több ezer kilométerrel arrébb, nem okoztak különösebb változást mondjuk a klímában, vagy az atmoszférában, a kis tevékenységükkel, kis hatáskörű tevékenységükkel. Könnyebb volt átlátni az életüket. Ezért könnyebb is volt felelősséget vállalni a következményeiért. És mivel innen jövünk mi is, ezért az érzéseink azok innen táplálkoznak. Tehát azt tudjuk komolyan venni, azt tudjuk igazán felelősséget csinálni, amit látunk, tapasztalunk, érzünk magunk körül. Azt, ami tőlünk nagyon távol került, a globális gazdaság meg az egész hatalmas társadalmi rendszer és gazdasági rendszer által, annak az átérzése már nehezebben megy. Mert nem vagyunk erre struktúrálva, úgymond, biológiailag sem, hogy arra gondoljunk, ki az, aki arra gondol nap, mint nap, hogy az a döntés, amit itt hozok a boltban vásárolok valamit, az vajon milyen hatással van a távol-keleti munkaerőre, az ott dolgozó emberekre, milyen hatással van egy indiai gyárnak a szennyezésére, milyen hatással van a globális klímaváltozásra. Hát érezzük, hogy azért ez nem egy olyan közeli dolog, amit nagyon könnyű komolyan venni, nagyon könnyű átérezni. Azt sokkal könnyebb átérezni, hogy a gyerekem beteg, és el kell vinni a kórházba. Vagy az, hogy nem tudom én,
eszem a sok cukrot, és attól én beteg leszek. Vagy bármilyen, vagy kivágom az erdőt a szomszédban, és akkor nem lesz ott erdő, látom, hogy nincs ott fa. Ez könnyű átérezni, de azt, hogy a vásárlásaim nyomán, mondjuk egy világ távoli pontján történik valami, erről lehet, hogy vannak információim, de érzelmileg nem vagyok úgy berendezve, hogy ezt nap mint nap komolyan átérezem. És ez egy hatalmas különbség. Tehát rengeteg különbség van, és tudom csak hangsúlyozni. Ezért vagyunk most bizonyos szempontból sokkal nehezebb helyzetben. Persze tudok mondani olyan dolgot is, ami miatt végül is mondhatjuk, hogy könnyebb helyzetben vagyunk. Többet tudunk úgymond a világról, mint az ős közösségek tagjai. Hogy ezt mire használjuk, és mennyire van ez benne az egyes emberek fejében az, amit a kollektív, az emberiség kollektíve tud a világról, az már remélhető egy másik kérdés. Remélek tovább, hogy a közülém. Nelson, meghagyom meg a szót. Hát menjünk vissza az ős közösségekhez. Rengeteg leírás van már arról, hogy a törzsi társadalmak hogy éltek. Részben az archeológiai leírások, részben pedig kultúrantropológusok elmentek ilyen közösségekhez. És mindegyiket, hogyha az ember végignézi kritikai szemmel, és megpróbálja az azonosságokat megtalálni benne, nagyon megdöbbentően azonos módon gondolkodik az ember patagóniai fennsíkon és az Eszkimó földön, vagy akár Ázsia közepén. Tehát olyan nagyon nagy változatosság a kultúrában nincs alapvető vonásaiban. Mi ennek az oka? Rendkívül egyszerű. Minden ember úgy születik, hogy nem kell megmagyarázni neki, hogy a nap az mi, hogy az éjszaka az mi, hogy ott van a hold az égen. Rengeteg olyan tudásunk van, ami bennünk van a génjeinkbe. Aztán erre épül rengeteg olyan ismeret, amit az első 6 év során megszerzünk. Aztán erre épül egy másik réteg, ami 6-tól a 10-valahány éves korig megszerzünk. És ahogy távolodunk, ahogy idősödünk, egyre színesebbé válik ez a kép, és változik, és ezek a változatok közös gyökérből eredve, de szépen visszavezethetők a különböző szép színek, alapszínekre, amiből a prizma megtörése során a szivárvány összes színét meg lehet látni. Ugyanez tükröződik az internetbe is. Tehát belemész az internetbe, olyan szépen lehet, ha ez, tudományosan valaki ezt elkezdi feldolgozni, pillanatok alatt látja ezeknek a gyökereit. Ha megvizsgált, voltak szociológusok, akik megvizsgáltak szektákat. Hihetetlen egyszerű sablonok alapján működnek. Ugyanezt, hogyha megvizsgálnak vallási közösségeket, amelyik már nem szektaként működik, hanem tényleg arra gondol, hogy ő a hitét bátran, nyíltan megvallja és kinyílik a világ felé, akkor ott is azonos vonásokat találunk meg. Ebben a sokféleségben, keresve az azonosságokat, lehet megtalálni azokat a közös építőköveket, amit az egyes egyházak szilárdabban raknak le, mint más egyházak. Például, és ezért hívott engem meg szerintem Nyőgér István erre a beszélgetésre, Pál apostol rakta le az alapjait annak a fajta közösségépítésnek, amiből a mai közösségeinknek az alapszabályai épülnek. Erre a bizonyos szeretet elvű közösségre, amit ő úgy fogalmazott meg, és legszebben a szeretet himnuszában mond el, de egyszerűbben fogalmazva úgy is mondhatjuk mindennapi nyelven, hogy a szolidaritás elve, a segítségnyújtás elve. Ez minden közösségre jellemző, de hogy ezt megemelem, és hittétellé teszem, és ezt teszem a fő hittétellé, ez Pál apostol és Jézus alkotása. Jézus mondta ki először, Pál apostol pedig szépen kifejtette, és közösség alapkövét tette. Ezen alapul ma
az összes szolidaritási rendszerünk, például az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, a különböző segélyezések, ezeken alapulnak azok a közösségépítő alapelvek, ami nélkül az európai kultúra szétesik, ami nélkül ma egy európai állam nem létezhet. Nyugodtan mondhatjuk. És ezek ilyen mélyről jövő gyökerekből táplálkoznak. Amit ő akkor szépen kifejtve elmondott, például akár egy római kultúrában a keresztény közösségek nem harccal győztek. Nem amiatt vette át a Konstantin császár és tette államvallásra, mert a keresztény közösségek harcosan legyőzték, mert a választási hadjáratba győztek. Nagyon érdekes. Nem a választási hadjáratba győztek a keresztény közösségek. Jöttek a járványok. A görög városokban a járványok után a keresztény közösségek életbe maradtak, mert más elvek szerint gondoskodtak a betegekről, az elesettekről, az öregekről, az árvákról, mint ahogyan a más vallásban élők. Az keresztény közösségekben volt mondjuk 30% halálozás, az egyéb közösségekben pedig volt 50-70-90%-os halálozás is. Mert mi volt a jellemző a nem keresztény közösségekre? A beteg, kitoljuk a disznóolba, és vagy életben marad, vagy nem. Ha túlélte, akkor jöhet vissza. Tehát a kirekesztés. A keresztény közösségek felvállalták a beteget, ápolták, gondozták, segítették, csillapították a lázát, enni, inni adtak neki, mert az alapelv, a szeretett közösség ezt elvárta tőle. És győzött. És ilyen egyszerű dolgokkal győzött, amit mi ma állami szinten csinálunk, az ezekből az alapelvekből épült fel. Köszönöm szépen, és pont ott tartunk igazából, amit még ígértem ugye a címben, amire még nem tértünk ki, ez pont jól kapcsolható ide, hogy mi köze mindennek a demokráciához, illetve hogy lehet egyáltalán ökodemokráciáról beszélni, hogyha mondjuk formálhatnád valamit a társadalmon, vagy formálhatnátok, akkor, hogyha egy ilyen ökodemokratikusabb irányba tehetnétek lépéseket, akkor azok mit lennének? Most így lehet, hogy többet kérdeztem egyszerre annál, mint ami praktikus, de akármelyik részére, hogyha van kedvetek, így egymás közt ki szeretnék folytatni. Most ő következik. Mikor demokráciáról szeretném? Hát ez, mit jelent ez a fogalom egyáltalán? Van-e már ilyen fogalom? Mikor demokrácia? Megalkozhatjuk most ezt a fogalmat. Ugye az, hogy hogyan kéne szervezni a társadalmaikat, és milyen elvek mentén, és mondjuk a természetnek az értékeit és a természetnek a jogait akár, a természet más élőlényeinek a jogait mennyire figyelembe véve, erre elég sok különböző elképzelés létezik. Mi azt gondoljuk most, hogy itt Európában legalábbis, hogy a demokrácia, mint olyan, valamilyen szinten ez egy követendő dolog, tehát az emberek azért szóljanak bele a döntésekbe, na, pedig fölöttöntsenek, legyen valamilyen szintű beleszólás. Úgy, pontosan hogy jön létre, az persze különböző, és hogy mennyire nevezhetjük azt, ami most van például Magyarországon, vagy akár Európa más országaiban demokráciának, arról megosztanak a vélemények. Mindenesetre az elv az, hogy egyfajta közösségi, többségi döntés, mint tipikusan szülessen, és ne egy diktatórikus, felülről megmondott döntés szülessen, ez itt Európában egy alapelv. Az ökodemokrácia, mint olyan, hogy ezt valahogy értelmezni próbálom, az ökó része az az lenne, hogy vegyük ebbe az egészbe bele, ne csak az embereknek az érdekeit, hanem az ökológiai rendszer más elemeinek is, más élőlényeinek, növényeknek állhatnak az érdekeit is. Tekintsük ezt valamilyen szinten egy rendszernek, ne emeljük ki belőle az embert úgy, hogy ez a rendszertől függetlenül meg tud élni, mert ez, ugye, tudjuk, hogy ez nincs így igazából. Feszegítjük ennek a határait, hogy meddig mehet az ember abban, hogy kvázi elpusztítja a természet értékeit, és még mindig tud létezni. Mondjuk egy ilyen ökodemokrácia van, hogyha erről akarok képzelődni, akkor
úgy gondolom, hogy bele kéne venni erősen a jogrendszerünkbe is azt, hogy az elveink közé, aztán a jogrendszerünkbe is persze ez így ilyen sorrendben, azt, hogy a többi élővény is megindítnak olyan jogok, amik biztosítják azt, hogy az egész rendszer valami szinten harmonikusan tudjon működni. Ettől fényévekre vagyunk, de valami ilyesmit képzelek el, hogyha már ezt valamilyen szinten definiálni akarjuk. Demokrácia az a pálapostoli felfogásban annyit jelentett, hogy szeresd barátodat, mint te magadat. Tehát gyakorlatilag ne tegyél olyat, ne legyél megkülönböztető. Őneki ez alapelve volt, és ezt át is tudta vinni egy zsinat, apostoli találkozón. A zsinatnak nevezték, nem tudom, akkoriban. Amikor Péterrel... Igen, Péterrel. A zsinatnak nevezték? Hát az első zsinatnak tekinthetjük. Első zsinatnak tekinthetjük. Igen, akkor volt az a vita, hogy a keresztény vallást, akkor még nem így nevezték, Jézus hitét azt csak a zsidók között, tehát a Mózes törvényei szerint élő emberek között szabad elterjeszteni, vagy pedig a pogányok között. És Pál apostol mondta, hogy Isten előtt mindenki egyenlő. Ha Isten előtt mindenki egyenlő, és az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, akkor az ember is legyen szíves minden embert egyenlőnek tekinteni, és szeresd barátodat, mint te magadat, ne tegyél olyat mással, amit magaddal nem tennél meg. És ez már a döntéshozatalra is kiterjedt, és azt mondta, hogy Isten előtt teljesen mindegy, hogy valaki zsidónak született, körül van-e metélve, ugye az volt az alaptétel, hogy csak a körülmetél, vagy nem a körülmetél. Ő azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy Mózes hitű, vagy nem Mózes hitű az illető, Isten egyformán tekint rá. Ez volt az egyenlőség, az legelső társadalmi egyenlőség itt megfogalmazása, és ez ment tovább. Na most hogyan néz ki ez, ha ökológiai demokráciával gondolkodunk? Ebben a helyzetben az ipari döntéseink nem rendelődhetnek alá, vagy nem rendelődhetnek föléje az emberi döntéseinknek. Mert a legfőbb érték az ember. Ha az legfőbb érték az ember, akkor ez alá kell rendelni az összes többi ilyen ipari érdeket. Ez az egyik része a ökológiai demokrácia alaptételének. A másik része az, hogy a közösség maga döntsön. Tehát, hogyha egy város, egy település, egy falu, bármilyen formában egy közösségnek nem veheten el a jogát arról, hogy a környezetében mi történik, hogy az ő életét mit határozzák meg. Nagyon érdekes, Magyarországon például 1990-ben ezt a fajta közösségi döntéshozatali szabályokat meghoztuk. Az első alkotmányozási rendszerünkben benne szerepelt. A környezetvédelmi törvényeinkben olyan jogosítványok voltak, amelyek voltak európai országok, ahol nem volt jelen. Tehát egy rendkívül korszerű jogrendszert hoztunk részre, viselkedési, magatart, döntéshozatali szabályokat. Sajnos az elmúlt 10 év során, vagy 15 év során, inkább így mondom, tehát a 30 év, elmúlt 30 évből 15 évben ezt fokozatosan leépítették, és ma már nem dönthetünk róla, gyakorlatilag nem dönthetünk róla, hogy lesz-e paksi atomerőmű, vagy nem lesz. Nem dönthetünk róla, hogy egy autópálya keresztül megy-e a falu közepén, vagy nem megy keresztül. Nem dönthetünk nagyon sok mindenről, az úgynevezett népszavazási jogosítványainkat a minimálisra szűkítették. Például én az ökodemokráciába beleértenék azt,
hogy egy település a saját költségvetéséről népszavazással döntsön. És ez a jog nincs megadva. Nem dönthetünk. Alkotmányok úgy van szerencsétlenül felépítve, hogy pénzügyi kérdéseket az a népszavazás intézménye nem jogosult, csak közvetett képviselet útján, tehát az arra feljogosított választott képviselők útján lehet ezt megtenni. És ennek mi a következménye? Ráadásul a választott képviselőink nem visszahívhatóak, tehát nem cserélhetők, valójában nem demokratikus a rendszer, a választási rendszerünk, legalább bele lenne építve a középkori demokráciáknak a rotációs elve, például a veronai, meg a többi közép-olasz köztársaságoknak a demokrácia, legalább azt be lehetne építeni. Ezeket, amiket így sorolgatok, ezeket mind én az ökodemokráciának a részeként mesélem el, hogy ezek szükségesek lennének. Én nem értem, hogy manapság egy 5000 lelkes kis falu miért nem dönthet a saját éves költségvetéséről. Nem hiszem, hogy csak hülyék gyülekezetébe áll, és nem hiszem, hogy csak az a 10 ember vagy 12 ember képes arra, hogy racionális, értelmes döntést hozzon. Igen, ezt így nagyon hosszan lehetne még tárgyalni. Köszönöm minden esetre a választ. Mielőtt még kinyitnám a beszélgetés fonalát a közösség többi tagja felé, akik most jelen vagyunk, egy kérdésem lenne még Gergőhöz, mégpedig arra vonatkozóan, hogy egyrészt említetted, hogy egy ilyen atomizált, egy ilyen részekre esett társadalomban mennyire fontos az egyénnek a boldogulásához és a közösség, ugye? Jól értettem. Másrészt meg mégis megkérdőjelezted, ha jól hallottam ki a szavaiból, hogy a fenntarthatósághoz szükséges-e egyáltalán közösség, ahhoz, hogy valaki fenntarthatóan éljen. És ezt a kérdést kötném még össze, hogy vajon a boldogság és a fenntarthatóság szempontja valahogy elválasztható-e? Tehát lehet-e az, hogy valaki fenntarthatóan él közösség nélkül, és mégis a boldogságához szükség van neki közösségre, akkor lehet-e az neki önálló életcélja, hogy ő egyszerűen fenntarthatóan élje közösség nélkül, vagy azért mindenki jobban jár, hogyha ő is kitűz egy olyan célt, hogy boldogabb is legyen akár emberi kapcsolódásban, vagy kapcsolódásokban, illetve egy közösséghez is fontos lehet, hogy egy olyasmi, aki hozzá tudjon tenni valamit, illetve mennyire látod ennek a gyakorlati értékét, aki mondjuk nagyon elkötelezett zöld, és nagyon így magányos farkasként kivonulna a kárevetően. Szerintem elméletileg nagyon sok minden elképzelhető, viszont gyakorlatilag ezek a dolgok annyira szorosan összefüggenek, hogy én nem tudom azt elképzelni, hogy gyakorlatilag ez létrejöjjön. Azt, hogy atomizált társadalomban egyes egyetek saját tudatos döntésük következtében kialakítanak meg egy nagy fenntartható rendszert, ez számomra az nem elképzelhető gyakorlatilag. Mi motiválja őket erre, miért csinálnák ezt így a közösség? Olyan módon motiválhat az embereket erre, például közvetettem, hogy aki közösségben él is, tegyük fel, mert de van azért az látszik, hogy az emberek töresztenek a boldogságra, legalábbis úgy gondolják, hogy töresztenek a boldogságra, de azt, hogy milyen úton töresztenek erre, az nagyon sok embert jelsor. Hogyha a mai atomizált társadalmat keresztük alakul, ahol nap mint nap azzal találkozunk a reklámok és mindenféle piaci manipuláció által, hogy fogyasszunk többet és többet. Ez nem kimondva, de egy értékrendet tükröz, ami egyetlen is összhangban azzal, amit a László mondott, amit én gondolok jónak. Ez azt az értékrendet állítja középpontba, hogy az ember attól lesz boldog, hogyha minden több anyagi javat elfogyaszt. Erre felelősen megy a propaganda, hogy ezt elhiggyük és így próbáljunk boldogulni. Nem gondolom, hogy ez jó. És hogy ezt az ember felülbírálja magában, például arra a közösségek kiválóan alkalmasak szerintem. Tehát aki közösségben él, és megtapasztalja a boldogulást úgy, hogy a közösségen belül egyszerű élmények, szociális kapcsolatok, közös rítusok, közös tevékenységek által, azt már sokkal nehezebb lesz rábeszélni arra, hogy te attól leszel boldog, hogy megveszel ezt a mobiltelefont jövőre is, amit most megvettél egy kicsit jobbat. Mindig csak fogyasztasz többet és többet. Ő már nem fogja ezt mondani, nem fogja ezt elhinni, ő megtalálja a boldogulását a közösségen belül, a közösségi értékekben, és ez egy
összességében, hogyha sok ilyen közösség alakul ki, akkor ez az egész társadalmat is átalakítja, és egy teljesen más érdeklendő és működésű társadalom hatóság fog kialakulni. Így kapcsolódik kettő össze, szerintem. Bármi, amit reagálnál, lesz jó Gergő által elmondottakra, hanem itt benned most így... Csak te kérdezed, hogyha lehet Lászlótól, lehet a kérdezed? Igen. Ki a dolog, amikor beszéltél az ebben a közösségekről játék? Az egyik az az, hogy az alapelveket, amit említettél, hogy szeresd fel a barátodat, mint elmagadat, illetve hogy ez mindenkire érvényes. Ezek az alapelvek, ezek láthatóan ezek az emberről szólnak. Az is, hogy az ember a legfontosabb. Hogy ebből a, és mégis itt ökológiai rendszerről és ökológiáról beszélünk, hát a hatóságról, akkor ebből nekem valahogy nagyon hiányzik, hogy a természetnek a többi részében mi a helyzet. Hogyan illeszkedik bele ebbe ezekbe az alapelvekbe a természet többi része, amire ugye szükségünk van, és amit szeretnék ugye megóvni, hogy kap ebben helyet, mi a relációja az emberrel, szerinted ebben az általad elmondott közösség definícióban meg az alapelvek. Tökéletes elvek nincsenek, mert az ember se tökéletes. Tehát ezt nyugodtan kijelenthetjük, tehát. De azt elmondhatom, hogy egy olyan közösség, ha tényleg közösségként tud működni, egy falu, egy település, tehát akár még egy Budapest méretű település is, akkor, és ez a döntési jogok megfelelő mértékben szét vannak osztva, és az ismeretek is, tehát nem koncentrálva, hanem dekoncentrálva vannak, és nagyon sok, lehető legtöbb döntést konszenzusos elvek alapján kell meghozni, akkor a legdurvább környezeti károkozásokat meg tudjuk előzni. Én úgy érzem. Tehát, hogyha itt Magyarországon dönteni kellett volna arról minden 10 milliós népességnek, hogy épüljön-e meg Paks, akkor Orbán Viktor nem köthette volna meg a megállapodást a paksi erőművel. És ugyanez az autópályákkal kapcsolatban is. De akár még egy szemétlerakóval kapcsolatban is. Saját élmény. Pest északkeleten 2003 és 2006 között egy multinacionális cég nagy hulladéklerakót, ilyen hegymagasságú hulladéklerakót akart építeni, osztált cég, és uniós pénzből. Tehát még csatlakozás előtti, úgynevezett, hogy is hívták ezt a előcsatlakozási támogatásból. És meg akarta győzni az 2-3 ezer lelkes falvakat, hogy ezt nem, hogy ez milyen jó lesz majd nekik, mert munkahelyet teremt, és hogy ez agyaggal kibélelt, stb. Most a műszaki leírást nem mondanám el, abban is beleástam magamat, és 200 ezer embernek a hulladék gazdálkodását akarta megoldani úgy, hogy kupacoljuk a hulladékot, és majd az unokáink azok majd valamit csinálnak. De én tudtam, és még néhányan tudtuk, hogy van egy hulladéklerakó Gödöllőn, van a Váci cement és mészmű, és van egy Balassagyarmaton. És ő úgy tervezte, hogy ezt a két hulladéklerakót bezárja, és épít egy harmadikat a kettőnek a fél útján, és oda hord minden hulladék. És egyébként mind a két hulladéklerakó megfelelt az Európai Uniós normáknak. De ő mutat különféle bizonyítékokat sorolt fel, hogy ezek nem felelnek meg. Hogy lehet ezt a helyzetet megakadályozni? Ugyanis a multinacionális cég ilyen 20 millió forintos bőröndel járt el településről településre. És aki a bőröndöt elfogadta, ott az akkori környezetvédelmi szabályok szerint, a mai szerint már nem, de az akkori környezetvédelmi szabályok szerint népszavazást kellett kiírni a létesítésre. És barátommal
Minden egyes településen kiharcoltuk, 6 településen, hogy a népszavazás ki legyen írva, és a népszavazás előtt lakossági fórum legyen. Mind a 6 település elfogadta a 20 milliós bőröndöt, hogy hova tűnt a tartalma, ne kérdezzétek, pontosan tudjátok. Ennek ellenére mind a 6 helyen megbukott, mert a lakosság a megfelelő mértékben megkapja a szükséges információt, és elmondtuk nekik, hogy szelektív gyűjtés valósítható meg úgy, hogy már meglevő hulladéklerakókat működtetünk, az a hulladék, amit egyébként a magas hőértékű szemétet, hogyha elszállítjuk Váci cementművet, a cementmű most lett felújítva, átalakítva, kibocsátását folyamatosan ellenőrzik, stb. Stb. Mindent pontosan megértettek. Érdekes módon Vác se fogadta be a nagy kupac szemetet, senki nem fogadta be, az égető elfogadta, a Vác városa elfogadta, hogy égetve legyen, és mai napig is működik a rendszer. Ja, még egy. A nyugati cég kivonult, tehát az osztrák cég kivonult az országból, azt hiszem azóta már fel is számolták a cégnek a maradványait is, és a 90-valahány település összefogva alakított egy közös céget, úgy hívták, hogy Zöld Híd, most volt nem régen komoly küzdelme a mostani kormánnyal ennek a Zöld Híd nevű cégnek, és ők robbantották ki, hogy alulfinanszírozott a hulladékgazdálkodási rendszer. És ez a Zöld Híd nevű cég 2006-tól folyamatosan önkormányzati tulajdonnal, tehát települési ellenőrzéssel szelektív hulladékgyűjtést valósított meg. Most esik szét az állam kezén, mert kivette a társulás kezéből a irányítást az állam, és az állam csinálja. Most esik szét a hulladékgazdálkodási rendszer, a szelektív gyűjtés. Meg lehetett valósítani. Hasonló döntéssorozatokat végig lehet vinni, hasonló közösségi cégeket, közösségi vállalkozásokat meg lehet alkotni minden egyes közösségi feladatra. És meggyőződésem, hogyha közösségi kézbe vannak, az elérhető közelségbe van a közösséghez a döntéshozatal, akkor tud helyes döntéseket hozni. Hadd mondjak, hogy én is azt látom, hogy igen, a közösségi döntés és a közvetlen döntés az járhat ilyen jó eredményekkel. Mindemellett sajnos azt is gondolom, hogy ennél jóval bonyolultabb szituációk is vannak. Ez olyan szempontból szerencsés helyzet időzőjelben, hogy itt arról volt szó, hogy létesítsenek-e egy hulladéklerakót egy település közelében. Az emberek ezt azért közvetlenül érzik azt, hogy igen, nem szeretnek ilyen a településük mellett egy ilyen létesítmény, de a globális gazdaságban egy csomó olyan folyamat, ami ahhoz vezet, hogy a ökológiai rendszernek az elemei kiesnek, elpusztulnak, tönkremennek, az ennél sokkal közvetettebb módon történik. Például lehet, hogy elég az, hogy az európai lakosság követi a mostani vásárlási szokásait, nem csinál semmi erőszakos tevékenységet. Szereti a körülötélő embereket, nem okoz kárt közvetlenül senkinek, de megveszi a boltban azt a terméket, teletapolja az autóját azzal a benzinnel, és ennek összességében ilyen sok millió embernek az ilyen fogyasztásából az jön ki, hogy mondjuk Borneón kipusztítanak minden esőerdőt a pálmaolaj termelés érdekében. Itt most nincsen közvetlen kapcsolat, itt már nem gondolom azt, hogy annyira egyértelmű, hogy a közösség ezt ilyen módon átlátja globális méretekben, és képes akkor, hogyha van rá lehetősége felelős döntést hozni ebben. Ebben sajnos nem vagyok biztos, és ezért én azt gondolom, hogy
pont amiért, amiről az elején beszéltem, hogy amit tapasztalunk, érzékelünk, azt könnyebben, komolyan veszük és felelősséget tarunk érte. Ezért lenne érdemes ahelyett, hogy mindenki arra biztassunk, hogy hullakozzon és lásson át és elemezzen globális rendszereket, ami szerintem ideális mindenki ezt látása. Ahelyett inkább arra biztosunk embereket, hogy próbálják a tevékenységet lokalizálni, egy lokális gazdaságot létrehozni, ahol közelebb vannak a következmények a tettekhez, ahol nem a távol-keletről, Amerikából, Ausztráliából bárhol érkező termékeket fogyasztjuk, hanem a helyi termékeket fogyasztjuk, aminek jobban ismerhetjük az előállításának a következményeit, jobban átlátjuk az életünket, jobban tudunk felelősséget vállalni érte. Tehát a lokalitás, és ezt összepárosítva a közösségi döntésekkel, ez már inkább úgy gondolom, hogy működőképes modell. Globális gazdaságban, globálisan felelősséget vállalni egyes emberek tömegeinek, szerintem ez irreális. Nem tudom ezt elképzelni létrejön. Emiatt ez azért problémás ilyen életekben. Teljesen igazad van, hogy ahogyan állami szinten, tehát az egyes államok szintjén, vagy egyes falvak, vagy egyes közösségek szintjén ez a tűr-tűr támogat rendszer, tehát egy olyan szabályrendszer is kell, az nem iktatható ki a közösségi létből. Tehát van, amit nem tudsz másképp, tehát gazdasági eszközökkel nem tudod korlátozni, illetve nem várhatod el mindenkitől a tudatosságot, mert az élethelyzet nem teremti meg. Ott nincs más, ezt a három kategóriát működtetni kell. Tehát ha betiltják az üzemanyagokban a növényekből származó olajoknak a használatát, akkor az egy határozott tilalom, amire azt mondjuk, hogy ennek megvan az oka, pontosan az az oka, hogy ne történjen a bioszféra olyan mértékű. Kérdés azért, hogy ki fogja ezt a döntést keresztül ülni, és milyen? Hát, hogyha abból indulunk, hogy most jelenleg, és ezt szerintem elég megalapozott, az emberek többsége ezt a folyamatot nem látja át, hogy mit okoz a jelenlegi biolapot, üzemanyag fogyasztás, mondjuk a Borneon. Brazíliában, vagy Borneon. Akkor innen kéne eljutni odáig, hogy ezt demokratikus úton, ezt a szabályozást bevezetjük, vagy megtiltjuk azt, mondjuk, hogy pálmaolajat, ami most az EU-ban egyébként porondóban, aztán meg is tiltották már, vagy meg is fogják tiltani a következő pár évben, hogy a pálmaolajat ne használjuk üzemanyagokban, de hogy idáig eljutni, hogy lehet demokratikus úton. És ilyen döntésekből számtalan arra lenne szükség. És anélkül, hogy a helyen vagy az egyes ember ezt felfognál megérteni a folyamatokat, anélkül nehéz elképzelni, hogy ez létrejön ez a döntés. Hát, mert mi alapján létre? Ki szavazza meg azt, aki ezt a döntést megvalósítja, a törvényt megalkotja? Erről beszéltem, amikor arról beszéltem, hogy a falunak a költségvetését miért ne szavazhatná meg az emberek? Miért ne hozhatnánk közösségileg is gazdasági döntéseket? Ma meg van tiltva. Hát például a szabadalmak, a különféle védjegyek olyan rendszereket építenek fel, a profit oly módon körbe van bástyázva, hogy nem támadhatom meg. Most ezt csak úgy tudom meg, ezt a rendszert akkor tudom fölbontani, hogyha elkezdem lazítani ezt a rendkívül merev bürokratikus rendszert. És azt mondom például napokáért egy rendkívül radikális lépéssel, hogy élőlényt szabadalmaztatni nem lehet. Kész. Ezt, vagy pedig azt mondom, hogy bizonyos gazdasági döntéshozatalok, amik élőlényekkel kapcsolatosak, csak népszavazás útján hozhatók meg. Ilyen alapelveket ki kell tudnunk mondani, és azt kell mondani, hogy igen, ezekben nem lehet a közösséget kihagyni. Ha ezeket képesek vagyunk megalkotni, ezeket a szabályokat, elveket kimondani, elég bátrak vagyunk hozzá, hogy ilyet kimondjunk, akkor utána elkövetkezhet az a pillanat,
hogy a gazdasági élet elkezd egy kicsit hozzáigazodni a természethez, meg az emberhez. Én is egy alternatívának látom a keret, és köszönöm. Másrészt azt még hozzátenném a teljesség kedvéért, hogy mondjuk gazdasági döntéseket is szerintem lehet befolyásolni közösségileg, vagy a gazdasági szereplőknek az érdekeinek az érvényesítési képességét, hiszen hogyha mondjuk egy fogyasztói bojkottot nézünk, akkor hogyha elegen összebeszélnek egy közösségből annak érdekében, hogy mondjuk két konkurens termék közül inkább az egyiket választják, hogyha a másik az nagyon nem korrekten csinálja a dolgait, akkor azért lett az már el példát a történelem, hogy azért sikerült változást elérni, úgy gondolom. Viszont most akkor még beívnám a körbe azokat, akik később csatlakoztak, és megkérdezem, hogy ahhoz a bemutatkozó körhez, ami volt az elején, szeretnétek ti is csatlakozni, és mondani magatokról néhány szót. Hogy hallottál például a programról, Marian esetleg? Amit fontosnak tartasz? De azt hittem, hogy a kérdésére akkor a különbözőt Nácidával elkezdeni, de tartjuk a kapcsolatot. Viszont kezdeményezéseim, gyűlösségvel van két, amit meg azt hittem, hogy több dolgok valamelyikben ezt a életre, és nem volt mindenkinek a valamelyikben. Magukhoz szólalik egyébként szerintem. Ezek a csöndes, meghittő beszélgetések ezek adják a kovászát annak, hogy bármilyen keretek közül is, ahol valami történik, bármilyen közösségre, és ezért pedig itt, mert ugyanezt mondod, hogy elégyen tudok mondani. Egyébként ezért a téma Pálapostól volt, hogy hogyan valakit a közösséget, nem tudom, hogy erre szó. Volt szó. Volt szó. Már igen, ez egy csodálatban elkezdett téma. Jártam egy baptista közösségben, ahol pont évekig lehet róla beszélni. De hosszabb volt, több alkalommal volt először. Ez szerintem minden annak. Csinálni meg a kapcsolatot, és akkor az ügyet nem viszont is beszélgetni a közösségekben, hanem nagyon sárga, hogy ugyanígy hozzá tudják, hogy a teistát, hogy ez a mi gondolatlás a lélek készségét jelentse ezt a értelmet.